Az energetikai szakközépiskola és kollégium több alkalommal vett már részt a Tempusz közalapítvány Comenius iskolai együttműködések pályázatán, és valósított meg külföldi iskolákkal programokat. Két év szünet után olasz partnerük kereste meg őket egy újabb projekttel. A részvételt a korábbi kedvező tapasztalatok alapján a Paksi iskola vezetése támogatta. A diákjaink megismerik más oktatási, külföldi oktatási intézményeknek a felépítését, rendszerét, az ottani oktatási formákat, így részesei lehetnek egy nagy európai közösségnek, hiszen ez cél is ma itt a világban. A tanulóink ezzel a közös alkotással nem csak mostanra, hanem hosszú távra is együttműködnek majd a másik iskolákkal. Az együttműködő 13 ország közösen írta meg pályázatát sikerrel. Ahogy ez a hasonló programokra jellemző, egy témában dolgoznak az új projekt idején, amely két évet ölel fel. A WebTV és a WebRádió témakört választottuk, mint újfajta gyerekek számára talán modernebb kommunikációs technikát, eszközt, amiben keresztül megpróbáljuk majd interjúk, illetve kisfilmek formájában bemutatni az adott országnak a kultúráját. A munkában orosznál részt vállalnak a diákok, akiket az iskola pedagógusai segítenek. A feladatokra különböző csoportokat szerveztek, így angol nyelvű fordító, kreatív, illetve informatikai csapatot. Egy weblapot is kell készíteni, amelyre ezeket a videókat és rádióanyagokat majd felrakják, ebben segítkeznek a diákok. A két éves együttműködés a mobilitás jegyében projekttalálkozókat is tartalmaz. Az elsőt a közelmúltban már megtartották, a fogadó a programot koordináló olasz fél volt. A következő vendéglátó Portugália lesz, de például Litvánia és a magyar partner is vállalt ilyen szerepet. Az együttműködést 2014. júliusában zárják.